Szervusztok, kedves nézők! Mielőtt elindulna a videó, szeretném elmondani, hogy minden, ami ebben a videóban látható, hallható, az nem méltó az igazi természetbarát, természetjáró emberekhez, mint ahogy az hozzám sem. De egy jól átmulatott éjszaka után, ezzel a hülye haverommal úgy döntöttünk, hogy nem haza megyünk kidögleni, hanem elmegyünk a közeli hegyekben kiándulni. Hát, ez a kirándulás így sikerült. Azt is szeretném elmondani, hogy nem tettünk semmilyen kárt a természetben, semmilyen élőlényben, sem növényben, sem állatban, sem emberben. Anyagi kárt sem okoztunk. A cigarettacsikket én nem dohányzom, de az a barom haverom igen. Mindig kioltottuk, nylon zacskóba tettük, majd a kirándulás végén kidobtuk. Nem szemeteltünk, nem ittunk sört, semmilyen piát nem ittunk, csak a kirándulás előtt egész éjszaka, majd a kirándulás után folytattuk még vagy éjfélig, úgyhogy rendesen belecsaptunk a lecsóba, de a természetben nem alkoholizáltunk, nem raktunk tüzet, normálisan viselkedtünk, a trágár szavakat leszámítva, mert csúnyán beszélünk, minden kirándulóval köszöntünk, leálltunk velük beszélgetni, nagyon jól éreztük magunkat. Bár lehet, hogy utólag gondolták rólunk, hogy ez a két hülye mit keres itt, ezek nem igazi kirándulók, nem igazi túrázók, hát én az vagyok. Remélem, senkinek sem fog csalódást okozni ezzel a videóval, aki ismer engem, vagy kevésbé ismer. Aki nem akar bennem csalódni, az inkább ne nézze meg ezt a videót. Kedves szülők, nagyszülők, gyerekek, ez a videó nem gyerekeknek szóló tartalom. Tehát, hogyha a gyerkőc ott van mellettetek, akkor kapcsoljátok el a videót, nézzetek egy másik videómat. De ha nincs ott a gyerek, akkor később nézzétek meg egy sör, egy vagy két sör mellett, akár egy üveg bor mellett. Gyerekek, ti meg ha egyedül vagytok most a YouTube-nál, egyedül YouTube-oztok, ezt a videót ne nézzétek tovább, hanem nézzetek más videómat, van nagyon sok családbarát gyerekeknek szóló videóm. Természetjáróknak még azért elmondom a útvonalat, Margit híd Budai hídfő, Óbuda Kolosi tér, Penyő Gyöngye, 3-as határhegy, Gercse templomlom, 3-as határhegyi vitorláló repülőtér, Hűvösvölgy. Na, ezen az útvonalon mentünk végig, Részhegen. Részheges túlövezető. Köszönhetek meg a figyelmet. Köszönhetek meg a figyelmet. Köszönhetek meg a figyelmet. Gyerekek, még mindig itt vagytok? Mondtam, hogy ez a videó nem nektek való. Kapcsoljátok ide azonnal! Még mindig csak ezt a képet nézitek? 3 perc 27 másodpercnél fog kezdődni a videó. Ja, későn szóltam. Bocsi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Jaj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 
éppen nem látszik. Olyan bicepsze van, bazd meg, hogy fúj, jaj, hagyjad már! Hú, várjál a fejed, figyelj! Jön a nap, ott jön! Egy hülye fej, eltakarja a napot. És bam, újra ott van a napocska. Na, ez a szép nap felkelte. Csak az a hülye fej, ami néha eltakarja, puty, a napot. Az ne lenne ott, az jó lenne. Az a baj, nem videózó. Hogy így csinálják. Ide van?
Hát most nem viccelek, jó, nem tudok menni. Följöttünk hajnalba kirándulni a barátommal, ennyi. Itt vagyok onnan 300 egy tetején. Nem viccelek. Hány hetelen hisz a... Ezen a vadregényes úton megyünk lefelé. Iron Man túra. De a kedves barátom azt mondta, hogy ez nem Iron Man, hanem Iron Man. Tehát... Bírom ma vagy nem bírom ma? Bírom ma vagy nem bírom ma? Én is megyek! Gyerünk, geci! Menjél! Bírom ma vagy nem bírom ma? Nem mondtad, hogy zsőfölésekről? Geci, telefonnal most itt pofára esnék, kurva jó videó lenne, nem? Kicsi ideges szép. Voltam az előbb. Kicsi ideges voltam az előbb. Hol voltál? Ideges voltam. Anyád picsájában voltál. Na mennyi? Bírom ma vagy nem bírom ma? Hogy az ő kert, az a haram is tett. Győzik el! Jaj, bazd, bemegyek most. Várjál, nem jó. Mondtam, hogy ne balra jöjjünk. Á! Bassza meg! Kiukadt a cipőm! Nem is ez a lábad a rukába le. Akkor is kiukadt. Leégett a hónaljam. Hello, you fool. I love hello, you. John, 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 Mo. Zao. Ezt a kibaszott hülyé. Nem, mi már berándulunk. Aha. Azt a deltát nézd, geci. Egyik de az nem egy ilyen van, tudod? Ja. Igen, mi nagyon komolyak vagyunk. Fú. Ah! Hazd meg, faszlát! Ugye vagy? Kirukadt a cipőd? Nem, be! Nem. Milyen gyönyörű táj! És két ilyen hülye! Reggel hány óra van? Na, most már fél kilenc mindjárt. Fél kilenc? Tábbi. Fél kilenc? Reggel fél kilenc. Fél kilenc. 9:15. Anyád valami megtámad. 9:15, 4:10! Fú, én ilyenkor szoktam... Ilyenkor szoktam elaludni. És most ezen a gyönyörű helyen, ezzel a fasszal. Ez a gyönyörű fasszal. Ott egy lepke, várj meg! Hol a lepke? Várj meg lepke! Várj meg! Hoppá, jönnek utána. Úristen, kergetek! Ja, nem minket kergetek? Jó, akkor most kikapcsolom. Téves volt. Ott vannak a lovak, de nem látok. Barátom mondta, hülye vagyok, amikor reggel vagyok. Így van. És a lepkék miért nem kékek? Mert a lep nem kék. Mi az? Vízben van és mutyog. Vízi muty. Mi az? Szárazföldön van és mutyog? Nem tudom. Akkor azt mondtam, hogy szárazföldi mutyog, de az nem lehet, mert az muty vízi állva. Az döglött muty. Száraz tónak nedves partján döglött béka kurutyó. Mutyúva. Ez itt a práta? Ott a távolban látszik egy kis fehér házikó. Éppen ahol csak a teteje kilátszódik a fák közül, az a nyéki templom. Tudom, oda belül, megyünk most. Belülről én kempésztem. Belőttem, nem a házat. A távolban a lovak. Ott legelnek, hát nem tudom mennyire látszik ez a szal telefonnal, de szerintem sem ennyire. Mi meg itt legelünk. Itt egy ökör. Éppen eszi a... Nem is tudom mi a lófasz teszik. Úti szal. Én meg...
Ja, majdnem beléptem a gödörbe. Jó reggelt. Ha nem szól, akkor itt nyílt egyenesben, élőben pofára esek. Köszönöm szépen. Azért vannak a jó barátok, hogy a régi... Szarba vagy, sose látom. Ba! Ja. Ne kiabálj, mert elszereznek a pacik. Milyen? Ja, tényleg ott van. Móniló. Móniló. My little pony. Van itt egy söröző, most ki kell kapcsolnunk a felvételt. Azon kívül, hogy arany mászok. Arra mászok? Arra mászunk. Oda nézd azt a sok izét, mi az? És közte meg rohangál valami kutyával valaki. Azok a lovak, te állat. Bazd meg, nekem olyan a szemem... Mint a sasé, nem olyan éles, olyan csipás. Aha. Mi a különbség a sas meg a szálloda között? A sas, a száll ide, szálloda. A szálloda viszont nem, sas ide, sas oda. Valaki vigyel annak! Eltévedt a kis csávó. Ez már nem kék plusz jelzés, ez a dupla plusz kék jelzés. Nem kell várni! Na ott egy ló. Hasonló, gyere, van lába. És ott is van egy ló. Ez farsangon van. Nem ló? Ez nem ló, te marha. Ja, hát egy marha, tényleg. Ezt nézzük meg közelről. De ez egy bika, bazd meg. Anyád, ez kijön, bazd meg, fölrúg minket. Ez hogy az áram van kívül. Ne szarom, hogy áram van benne, bazd meg, a bikával foglalkozzá. Gabikával. De látod, már egy pásztor is elektromos, bazd meg. Ilyen. Villanypásztor. És most el fogunk menni egy igazi élő bika előtt. Lehet, hogy az utolsó videó felvételünk. Megfúrjam! Ott van. Ki a bika? Én vagyok a bika. Falunk bikája meg. Rúgás, hogy ez kijön, tényleg megbőlünk. De hogy jön ki, az meg félhet az állat. Megvan jelölve. Mindig én már hiányzik a kerítésed is. Ne szép vagy. Ez nem is bika, ez tehén, ott a tölgye, bazd meg. Ez bika lenne, már megbízna minket. Megbízna. Most ezeket nagyon megbízoljam, aki így fut szembe. Ja, megbízna minket. De vannak itt ám futók is. Hát mondom. Hello. Szerintem köszönjük, hogy fáradt ki. Milyen szép úton megyünk, nézd. Gyönyörű. Ezért érdemes volt, bazd meg, nem lefeküdni, aludni, hanem ébren maradni. Ezt meg én is így mondom aznap, hogy nem azt, hogy korán fölkelni, le se kell feküdni. Minek? Aludni? Mi a fasznak? Ja. Szíves úr, a fölismerés? Vagy jött a bika? Gabika. Robika. Robika. Csabika. Gyönyörű. Ez szerint gyönyörű. Kész. Marha. Nem győzöm ezzel a hülye buzival öreg. Úgy már bokorban már megvolt. Görgessünk már egy ilyen szart, arrébb. Nem jó, tök jó, olyan, mint a sakkoznánk, hogy egy kidobós. Ja. Ja, mi? Onnan jöttünk föntről, bazd meg. Onnan, ahol a tornyok vannak. Rég jöttünk, arra, arra. Ja, és akkor nem a torony voltám a kiinduló pont, hanem jó van, előrébb. Rontom a tájképet, azt akartad mondani? Nem rontod a tájképet. Rontjuk. Az megint már. Legalább kettem. Te meg bánhatod, hogy nem vagy itt. Ki? Hát akkor ne csináld a felvétel. Ja, az? Hát ilyen. A kisfiammal van, megy Budaörsre. Nem bánja, hogy nincs itt, elhiszed? Ja, vigyázzad már ezt így vele amúgy? Na, soha. Nem merne velem ide, itt meghalna. Itt hagynám. Nem bírná. Letenném oda a szok. Ja, nem láttam, ugye? Szeretlek. Jesszus Krisztus. Jézus Krisztus a szupersztár. Itt a nyéki templom rom, ami már nem rom, de... Hanem egy fa. Állítólag az eredeti munkálatok alapján újították föl, ez hihetetlen, biztos, hogy nem az eredeti. Nem látom a Jézus Krisztus. Csiki. Ne csikizd már, szegény. Most nagyon jó lett. Most csikizd. Aha. Csiki. Ugyan kockolsan halad, az igaz. Nagyon jó. Jézuska.
Na te Gani! Csuró! Csuró! Amit egész évben terveltem, elhúrni! Kussolj te Gani, túró! Ez a Gani, ez egy túró. Ezt csináljátok utána a nyolc kerbe. Ez. Meg akar ölni! Professzor úr, ön nagyon jól ismeri az állatokat. Ki mutassa be ezt a gyönyörű szép fajt, amit itt látunk? Ezek a lep kék. De ez miért is? Miért is? Mert a lep az nem simán lep, hanem kék. Yeah. Ezért lep kék. És esetleg tudnám én mutatni valami állatot itt a közelben? Fordíts meg a telefon. Ez az egyedüli kihalási veszélyben lévő fajta. Olyan, mint a jégkorszakban a... Mi az? A... Viszlát. Találkozunk, megkérdezünk most a spektrumon. Spektrumon? Vazd meg a... Figyelj, nézz előre, pocsolja! Gercse templom.